Következő vendégem Revóci Zoltánné Katalin, aki a Kozsdi Karitas csoport vezetője, és szintén Karitas Hungarika díjban részesült. Nagy szeretettel köszöntelek. Én is köszöntelek. És szeretnék gratulálni a díjhoz még egyszer, bár már találkoztunk ott személyesen, és egy olyan kiemelkedő szerepet is kaptál a díjátadó rendezvény alatt, hogy te olvashattad föl a díjazottak által írt beszédet. Te tolmácsolhattad mindazt, amit a díjazottak gondolnak így a díj kapcsán. Igen, ez így történt. Szeretettel köszöntelek én Edina és a kedves nézőket is. Hát szeptember elején ugye kaptam egy e-mailt Kovács Gábor Váci Egyház megyés igazgató úrtól, hogy Marton Zsolt püspök atya fölterjesztett erre a elismerésre. És hát első pillanatban, amikor ugye elolvastam ezt az e-mailt, akkor az jutott eszembe, hogy tegyetek mindent Isten dicsőségére. És akkor ezt a vonalat vittem tovább, és akkor ugye erről mondtam egy pár gondolatot ezen a bizonyos átadón. Hogy amikor másodszorra fölhívott a Gábor, hogy hát kellene egy-két gondolatot mondani, és akkor erről beszélni, hogy érzem magam az átadással kapcsolatosan, az elismeréssel kapcsolatosan, meg hogy szóljak ugye a többiek nevébe, és köszönjem meg ezt a nagyon-nagyon... Nem is az, hogy megrendültem, de ugye szívemig leért ez a dolog, mert hogy én 25 éve ugye kántor vagyok, és mindig azt szoktam mondani, hogy hát én inkább eléneklem, mint hogy elmondjam. De a Jóisten adott annyi erőt, és annyi bátorságot, hogy kiálltam, és akkor ugye felolvastam, és örültünk együtt a többiekkel ennek az elismerésnek. Nagyon szívhez szóló beszéd volt. Röviden összefoglalva a nézők felé tulajdonképpen bennem az maradt meg, mint fő gondolat, hogy nem vártál te sem elismerést a munkádért, egyszerűen csak végzed a dolgodat, és nyitott szemmel, nyitott szívvel jársz. Alapvetően a Caritas csoport vezetését hány éve végzed? 2017-ben alakult a Caritas csoportunk, igen. Tehát ez 17. március 7-én. Akkor dr. Farkas László atya volt nálunk a plébános. És nagyon jól tudta azt, hogy hát már jó pár éve egyébként nem ennyire szervezett formában, de az egyház községen belül szervezünk jótékonysági alkalmakat, ruhaosztás, élelmiszerosztás, akkor minden évben, és azóta is ez folyamatos, a karácsonyi csoda a szívünkben él, kezdetű adomány gyűjtést is csináljuk, és ezzel próbáljuk segíteni a helyi rászorulókat. És hát 2017-től gyakorlatilag, amikor megkért Laci atya, hogy vállaljam el, azóta is együtt vagyunk a többiekkel, együtt imádkozunk, együtt megyünk ki a rászorulókhoz, a családokhoz, egyedülálló testvérekhez. Tehát úgy gondoltad, hogy a további egyházi szolgálatot válasz magadra, amikor igent mondtál a Caritas csoport vezetésére, mert ugye kántorként is szolgálatot végzel. Igen. És ha jól gondolom, akkor a zene nagyon meghatározó az életedben, tehát ez a 25 év. Most 25 év, igen, tavaly 2023. november 19-én Szent Erzsébet ünnepén adtam hálát a Jóistennek ezért a szolgálatért, hogy vezet, és a mai napig is vezet ezen az úton. Egyébként ugyanúgy, ahogy a Caritas beszédben is elmondtam, hogy tegyetek mindent Isten dicsőségére, így gondolom a kántori szolgálattal kapcsolatosan is, mert hogy igazából a liturgiában ugye az Isten dicsőítjük, és akkor ezt visszük tovább a Caritas mindennapjainkba is, mert ahogy a beszédben is mondtam, hogy nem biztos, hogy mindig nagy szent dolgokat kell csinálnunk, hanem a picike, apró lépéseket kell tennünk a rászorulók felé, és amire most már jó pár éve rájöttünk, hogy
nagyon-nagyon fontos a személyes kontaktus. Szóval ott nem tudunk megállni azzal, hogy elvisszük a kis szeretett csomagunkat, az élelmiszercsomagot, vagy bármit, hanem le kell ülnünk és beszélgetnünk kell az emberekkel. Nagyon nagy a szeretetésség, nagyon-nagyon-nagyon nagy, és ezt tapasztaljuk, amikor kint vagyunk, mikor úgymond terepen vagyunk, hogy mennyire fontos az, hogy ott vagyunk, és arra kellett rájönnünk, hogy igazából sajnos nem tudunk minden egyes éhezőnek ételt adni, meg italt adni, meg nem tudunk mindenkinek segíteni, de hogy egy picikét, hogyha legalább egy családnak vagy egy embernek tudunk segíteni, ez már nagyon-nagyon sokat jelent. Nekünk is, meg hát ugye azoknak, akikkel ott vagyunk, és gondoskodunk róluk. Tulajdonképpen a személyes kontaktus. Igen. A legfontosabb, és ez az, ami a legtöbb időt igényli, és ez az, amiből a minden Caritas önkéntes ugye rengeteget ad önmagából és a saját idejéből. Hogyan képzeljük el Kosdon a Caritast? Hány fő munkálkodik, szorgoskodik ott? Hát a 2017-ben az alapításunknál 17 főt számlált a csoportunk létszáma. Hát itt most vannak átfedések, mert valaki elköltözött, jöttek be újak, de nagyjából ezt a 17-et tartjuk. És az is nagyon-nagyon jó, hogy több korosztály is, fiatalabbak, középkorosztály, idősebbek és nyugdíjas korosztály is képviselteti magát, úgyhogy föl tudjuk osztani a szolgálatokat, a feladatokat. Azon kívül, hogy adományokat gyűjtünk, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy például közösen imádkozzunk. Van egy úgynevezett imalánc csoportunk, és ott bárki beírhat, ez egy e-mailes gyakorlatilag felület, és akkor vagy szólunk egymásnak, hogy most imádkozzunk egy betegért. Olyan is előfordult, hogy valami jó, hogy hálát adtunk közösen, hogy történt akár a bizonyos családnak az életében valami pozitív dolog, és azért hálát adtunk, szóval az ima nagyon-nagyon fontos, és úgy gondoljuk, hogy ez egy alap, mert hogyha közösen tudunk imádkozni, ha egyébként is tudunk imádkozni, akkor az egy olyan pontot, olyan megerősítést ad a szolgálatunkba a Jóisten által, amit utána tovább tudunk vinni és tovább tudunk adni. És nem véletlenül van az, hogyha például a karácsony környékén, amikor ez a bizonyos karácsonyi csoda a szívünkben él, adománygyűjtés elkezdődik, a lezárásánál több alkalommal is például Szentírást ajándékoztunk még a csomagok mellé, mert úgy gondoljuk, hogy a Szentírásban vannak olyan momentumok, amik az élethez nagyon-nagyon fontosak. Csak egy kis hasonlatot szeretnék most behozni ide, hogy amikor vásárlunk esetleg egy gépet, egy mindennapi használati gépet, ugye mindenhez kapunk egy jótállást is, meg hogy egy használati útmutatót, hogy kell ezt a bizonyos gépet használni, és hogy valahogy így vagyunk mi a Szentírással, hogy annyira jó dolgok vannak benne, amit át tudunk ültetni a mindennapjainkba, és ezért is adjuk a Szentírást ajándékba, és nagyon örülnek egyébként neki, és jön a visszajelzés, és hogy olvastam, beszéljünk róla esetleg. Ezek mind nagyon jó, pozitív dolog. Ez nagyon szép útja tulajdonképpen az evangelizációnak. Igen. Nem biztos, hogy mindenkinek ott volt a Biblia a polcán, és mégis diszkrét módon ad lehetőséget arra, hogy valaki felüti és kap egy gondolatot, vagy elindul egy úton. Egyébként a kántori szolgálatnál is így gondolom, hogy szóval az is, egyik atya mondta nem régen, hogy gyakorlatilag ugye a kántori szolgálat, és ez is olyan, hogy apostolkodunk. És hogy ugye Isten dicsőítjük a Szent Misében, és hogy ez a legfőbb dolog, hogy mi ott dicsőíthetjük a jó Istent. És hát az evangelizáció, igen, ez hozza magával. Nagyon jó hallani, ahogy ez a belső, a saját személyes hited ennyire átszövi az életedet, és hogy a hétköznapokban, tulajdonképpen a munkában is, és a szabadidődben, tulajdonképpen a Caritas csoportvezetésében is ez meg tudod valósítani a gyakorlatban. Én tényleg nagyon ritkán látok ilyet, hogy ennyire összhangban tud lenni a munka, magánélet és a hit.
Megkértelek, hogy hozz egy olyan eszközt vagy tárgyat, ami neked nagyon sokat jelent, mert sokat kifejez belőled. Megmutathatjuk ezt a tárgyat most persze, a nézőknek? Természetesen, igen, megmutathatjuk. Elhoztam egy nagyon kedves tárgyamat, ez egy furuja. Erről azt kell tudni, hogy már nagyon-nagyon régóta megvan, és hogy mivel, hát úgy gondolom, hogy szívem szerint az orgonát hoztam volna el a Kozsdi katolikus templomból, de mivel ez olyan nagy hangszer, hogy ezt nem lehet elhozni, ezért elhoztam ezt. Nagyon sokat kifejezem, nagyon-nagyon szeretem, ugye kisgyermekkorom óta általános iskolába jártam, ahol zenéképzést kaptunk, és ez így kísérte az életemet. Kivehetjük? Igen, persze. Igen. Ezt hány éve használod, ezt a fúruját? Nem is tudom. Szóval hozzád nőtt. Igen, nem is igen, az a lényeg, hogy igen. Mióta, jaj, de szép. Nagyon-nagyon régóta. Mm. Igen. És a mai napig is egyébként, hogyha ha olyan alkalom van esetleg szentmisén belül, vagy szentségimádásokban, arra még két gondolatot szeretnék azért mondani, igen, hogy igen. Így a Caritas csoportunk életében azért az is nagyon-nagyon sokat számít, hogy hívnak minket Vácra, például a Jávorszky Vödön kórházba, adventben mindig megyünk a betegekkel és az ápolókkal együtt imádkozunk, melyik is adventi egy-két verset, éneket imádkozunk közösen, és Vácon az Irgalmas Rendi kórházba is járunk többször is, ott is a betegekkel, ápolókkal, a betegekért. Nagyon, nagyon megható, mikor tolják le a betegeket oda, és akkor együtt vagyunk, együtt imádkozunk. Erika, jó Isten, hogy legyen meg az ő akarata mindenkivel kapcsolatosan. Énekelni is szoktatok? Persze, a betegekkel igen, együtt? Igen, együtt éneklünk, imádkozunk. Van egy kis csöndes rész, és oltári szentséget az atyák kirakják, vagy az éppen aktuális akolitus, vagy diakonos. Nagyon szép együttlét. Nagyon megragadta a gondolataimat az, amikor a Méltatások füzetben azt olvastam rólad, hogy megszerveztétek azt, hogy azok az idősek, akik már nehezen jutnak el a templomba, ne kelljen lemondjanak a szentmise látogatásról. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Hány önkéntes kell ehhez? Hogyan tervezitek? Mindig változó egyébként, ez változó szokott lenni. Nagyon sokat segítenek az önkénteseink mellett, általában ugye hölgyekről beszélünk itt most a Caritas csoportban, van két férfi tagunk is, de a férjek például jönnek, az én férjem is személy szerint ugye ebben nagyon sokat segít, hogy főleg februárban, amikor a betegek szentségét szolgáltatja ki az atya, hogy akkor elmegyünk a... Fölhívjuk őket telefonon, vagy elmegyünk személyesen, és akkor megkérdezzük, hogy el tudnak jönni, milyen állapotban vannak, vagy az atyát esetleg vigyük el hozzájuk, és akkor ez így szépen összeszokott állni, és nagyon-nagyon örülnek annak, hogy ott vagyunk velük, és visszük őket, meg hozzuk őket. Igen. Nagyon szerethető ez a gondolat, és ez a fajta odafigyelés, ahogy... A karácsonyi adománygyűjtő programotok igen. is a karácsonyi csodaszívünkben él. Igen. Itt milyen adományokat szoktatok várni, vagy fogadni elsősorban? Azért is kérdezem, mert hamarosan elindul a karácsonyi készülődés, igen. és jó tudni. Hát több rétegű szokott lenni. Elsősorban ugye élelmiszeradomány. Aztán... Volt ilyen év, amikor arra törekedtünk, és most is ez lesz, hogy legyen egy kis játék is az ön családoknak, akiknek ez sokat számít. Kaptunk könyveket, volt olyan, hogy gyógyszer, olyan szinten felajánlás jött, hogy kifizeti az adományozó éppen aktuális élethelyzetben lévő betegnek karácsonnyal kapcsolatban. Kicsit ugye faramúci ez a helyzet, de hogy abba tudott segíteni az illető, hogy gyógyszert kellett kiváltani neki, úgyhogy hogy ilyen is előfordult. Tisztálkodási eszközöket is szoktunk adni. Gyakorlatilag, ami minden naphoz szükséges. Ez értem. Megélhetéshez szükséges. És hát ennyi. Megkérdezhetem, hogy a családod mennyire vonódik be a te tevékenységeidbe, mennyire? Hát
Követik a példádat? Igen. Ott vannak mellettünk, igen, és szeretettel ők is végzik, és látják. Nagyon fontos szerintem az, hogy így, szóval nincsen semmiféle surlódás, látják, hogy a Jóisten dicsőségére tesszük, megteszik ők is ezt, és ott állnak. Három lányom van, úgyhogy most már ők elég felnőttek, mert 27 éves, 25, meg 20 éves a lányok, és de még mindig látják azt a fajta szeretetet, ami ebből jön, és segítenek. Igen. Nekik is van egyébként belső igényük erre. És gyerekkoruk óta, hogy ott voltak mellettem az orgonánál, és például. És valamelyik ők tovább vitte a zenei vonalat? Hát egyelőre nem. Egyelőre nem, de reménykedsz, ahogy hallom a hangodban. Igen, egyelőre nem. Hát köszönöm szépen, Kati, hogy eljöttél. Nagyon fontos lenne még, hogy mivel magaddal hoztad az okleveledet is, amit a Caritas Hungarica díj átadón kaptál elismerésképp, és a kitűzőt, ami egy speciális Caritas jelvény, hogy megmutassuk. Én ezt megpróbálom így fölemelni, hogy a nézők is láthassák. És el is mondom, hogy mi olvasható rajta. Elismerő oklevél Revóci Zoltánné Katalin részére, aki önkéntes munkájáért a Katolikus Caritas országos elismerésében a Caritas Hungarica díjban részesült. És Écsi Gábor atya és Spányi Antal püspök úr írták alá. Igen. A kitűző pedig ugye a szeretett lángjaival a Caritasnak a logója. Ez egy különleges, nem is kitűző, de szív fölöttre való jelvény. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, gratulálok, és kívánom, hogy sok örömet találja a zenében, és a Caritas szolgálatban is, a továbbiakban. Isten áldjon.